Szevasztok, szevasztok, újra itt vagyok, ez pedig a Minden a műsor. Mai műsorban a Hofbräu Lager német söre kerül tesztelésre, amit itt gyártanak amúgy Magyarországon. És ugye ennek a üveges, nagyobb testvérét, amit Németországban gyártanak és onnan hoznak be Magyarországra, ugye azt már teszteltem. Most jöjjön a, mondhatjuk úgy, hogy kis testvérnek a tesztje. Így néz ki a doboz. Szerintem mindenki ismer, mindenki látott már ilyet. Ugye a Dreher gyártja. Összetevők, a víz, zápamarát, a komló és komló kivonat. 4%-os alkoholtartalom, a fél literes a doboz. Így néz ki, mutatom. Még egyszer, nyissuk ki. Így néz ki, mikor nem füstöl a sör. Töltsük ki a jó kis eredeti német korsóba. Nagyon szélsavasnak tűnik így elsőre. Meglátjuk, hogy ez mennyire fog megvalósulni. Ha, annyira nem veszélyes. Nagyon szép hab keletkezett. Sörnek is szép, átlagos, nyugodtan kimeredhetem, hogy sör színe van. Illatra pedig hát egy kis vizes, egy kis lábszak kérem szépen. Lehet, hogy nem meg kéne a lábat mosni, köszönjük. És egy ilyen kis komlós, malátás keverék illat a háttérben, egyik se dominál. Aztán ennyi. Viszont ennek örülök, hogy nincsen fém illata, de íze még lehet. Mindjárt kiderül, kóstoljuk meg. Egészségetekre! Hát... ízre savanykás, szénsavas, kicsit vizes, komlót egy minimálisat érezni, malátát szinte semmit, és ez a savanykás íze ez eléggé dominál ebben a sörben, ez nagyon, nagyon nem így az igazi. Még mindig azt mondom, hogy még mindig jobb, mint egy olyan sör, mint egy sima Dreher, ugye? És a Dreher gyártja ugyebár. Az egy ilyen sima, hagyományos, klasszik Dreher fényévekkel megelőz minden tekintetben. Úgyhogy... ez a sajnkás íze, ez nagyon nem illik ide. Ez nem sörhöz méltó, főleg nem egy... bajor sörlicenszhez, kérem szépen. Ezen el egy kicsit gondolkodni. Köszönjük! Egészségetekre! Így van, és most érezni ezt a eléggé szénsavas, mellette egy savanykás ízt, egy komló maláta vegyítés, nagyon picit a komló, mintha erősebben lenne jelen, hogy egy kicsit melegedett ebbe a körülbelül egy percben, egy minimálisan, mint a picit malátásabb lenne, de lehet, hogy ez szájíz, meg érzékiszer csalódás, nem tudom. Úgyhogy sajnos nagyon sokat nem ad ez a Hofbräu dobozos változat. Állítják arányban azt mondom, hogy rendben van, ezért a 170-180 forinti, ez nagy dúzóba belefér, de ha belegondolok, hogy a igaz, hogy a Bex egy decivel kevesebb, viszont teljesen korrekt ehhez képest, én jobbnak érzem a Bex-et. Mondjuk vegyük úgy, hogy olcsóbb is ha akciós, mert 160 körül meg lehet venni, viszont egy decivel kevesebb, öntsön mindenki a saját szájíze szerint. Úgyhogy ez volt tehát a mai teszt, a dobozos Magyarországon gyártott Hofbräu Lager sörnek a tesztje. És ne felejtjétek, sörre fel, hisz inni kell. Szevasztok, legközelebb újra jövök.